Sziasztok, Beast vagyok, és egy gameplay-jel jelentkezem, méghozzá Uplink nevezetű game módon, amely egy újfajta játéktípus Advanced Warfare-hez, mely gyakorlatilag egy amerikai foci FPS játékba implementálva. És valami eszméletlen illik az amerikai foci ahhoz a játékstílushoz, amelyet az Advanced Warfare képvisel, hisz gyorsan, fürgén végigviheted a labdát a pályán, kitérhetsz golyók elől, és bam, beviszel egy touchdown. Eszméletlen fun a játék, főleg csapattársakkal TeamSpeak-en, úgyhogy ezt ajánlom nektek is. A játékot úgy kell elképzelni, hogy van két kapu, csapatonként egy-egy, ahova be lehet vinni ugyebár a labdát, vagy esetlegesen be is dobhatod. Ha bedobod, akkor csak egy pont, ha beviszed a testeddel, akkor egy touchdown, tehát két pontot ér. A labda egy közel semleges helyszínre terem be, ami gyakorlatilag egy drón, így ha passzolsz, akkor oda koordinál a csapattársadhoz, ha esetleg nem pontosan passzoltál volna. Viszont nem csak csapattagnak, hanem ellenfélnek is passzolhatunk. De ez miért is jó? Hát azért, mert akinél labda van, ő nem tud lőni. Így lelőheted könnyűszerrel, hát illetve nem könnyűszerrel, mert akinél labda van, ő kap egy vaskos armort, amit hát nem könnyű lelőni róla. Így lehetséges az például, hogy valaki szépen begyalogol vele a kapuba, még ha hárman négyen is lövik egyszerre, mert jó deseléssel, jó kombóval ki lehet védekezni a bejövő golyókat, annyi pajzsot bőven ad a labda. Ebben a gameplayben nem annyira mentem rá a labdára, pár most megkaptam a labdát, és meg is mentette az életemet, by the way, és itt is passzoltam, láthatjátok, hogy le tudjam lőni azt az ellenfelet. De alapvetően nem is kellett a labdára mennem, mert a csapattársaim elintézték ezt nekem. Alapvetően ez az a játék mód, ahol ha nem mész a labdára, vagyis a játék lényegére, viszont ha jól lövöd az ellenfeleket lefele, akkor is tudsz segíteni a csapatodon, mert helyet csinálsz nekik, hogy bejuttathassák a célba a labdát. Egy-egy fél idő 10 pontig megy, kivéve ha előbb lejárna az idő, azután pedig értelemszerűen térfélcsere. És hát körülbelül ennyi, aki még nem próbálta volna ki ezt a játékmódot, akkor kerítse össze a haverokat és nyomjátok, mert valami eszméletlen király is van, és még mindenki próbálgatja az újfajta taktikákat. Én például még nem láttam olyan csapatot, vagy mi sem csináltuk még meg, hogy végig passzolgattunk volna, és úgy bravúroztuk volna a labdát a kapuba, mert egyszerűen mindenki megkaparintja, néha passzol és bemegy. És közbe fedezik a többiek, de én nem zárom ki azt sem, hogy ezt a játékmódot lesz a legélvezetesebb nézni YouTube-on vagy Twitch-en, mert olyan jó kis csapatok lesznek, hogy nem csak azt nézzük, hogy milyen jól céloznak és lőnek, hanem hogy milyen jókat passzolgatnak, és milyen jól fedezik egymást, és milyen jól kitalálták ezt a taktikát, amit végrehajtanak azon a pályán. Úgyhogy, wow, tök jó játékmód, kíváncsi leszek, hogy meddig viszi a Call of Duty berkein belül, de Advanced Warfare-ben nagyon-nagyon király. Akára sem látom kizártnak, hogy e-sportba lehessen ezt nyomni, bár az e-sport Call of Duty belül az gyakorlatilag a konzol, és eddig konzolos gameplayben annyit láttam a játékból, hogy ugyanúgy játsszák, mint az összes kodot, ha valahova fel akarnak jutni, akkor maximum használják a Double Jump-et, még így eléggé el vannak szédülve, ez a kis újdonság faktor nem nagyon jön be nekik, de bejön nekik, nehogy félreértsetek, csak még nem használják ki, még konzolon szokni kell, PC-n egyszerűen annyira kézre esik ez az egész, hogy nagyon sokszor használjuk például, csomószor ugrálunk, egyvéegyezünk, konzolon én ilyet nem láttam ott, általában így kempelgetnek, benéznek ide-oda, de alapvetően ha fel akarnak jutni valahova, csak akkor használják ezeket a movementeket, és ugyanúgy játsszák, mint egy hagyományos Call of Duty-t. Nekem ez a véleményem, ez a rálátásom, nyilván még ezt szokni kell, gyakorolni ott is, és ott azért bőven nehezebb. PC-n azért elég gyorsan bele lehet szokni ebbe az új játékmódba, főleg Titanfall után. A második félidő jobban sikerült nekem, úgy gondolom, de gyakorlatilag mindent elmondtam, úgyhogy lehet, hogy be is fejezem itt a mondókámat, és nézzétek a gameplayt. Annyit még, hogy válaszolni szeretnék egy-két kérdésre. Tehát még optimalizálatlan játék, én is csak textúra minőségét raktam fel maxra, alapvetően mindent kikapcsoltam és lovon van, de majd jönni fog elméletileg egy héten belül egy patch, de nem akarok semmit se
lelőni, vagy véletlenül nem jönne, én ezért nem vállalok felelősséget. Sok OP fegyver van, például a lézer, a bal 27-es, pont most vettem föl. A bal 27-essel játszatok, szerintem egy tök király fegyver, attól függetlenül tényleg OP, de assault is, meg gyakorlatilag SMG is, mert ha elkezdesz vele lőni, akkor lassan lő, viszont viszonylag sokat sebez, és minél tovább lősz vele, annál inkább felgyorsul az RPM-e, és átalakul egy submachine gunra, és közelre például tök jó. Én például az AK-t imádom, mert tök jól néz ki szerintem. Ghosthoz képest mindenképp, és valami eszméletlen jó hangja van, de hát mindegy. Úgyhogy itt is befejezném a játékot, köszönöm a figyelmet, sziasztok! That was textbook.